Magyar lehet a világ legszebbje. Senenszky Flóra képviseli Magyarországot a Miss Intercontinental szépségversenyen. A 22 éves debrecen lány ugyanis bejutott a közönség által szavazott legszebb lányok közé. Hogy hogyan telt a felkészülés, arról ő maga mesél nekünk. Vendégünk Senenszky Flóra, a Magyarok Világszépe 2017-es királynője és a verseny tulajdonosa Fási Ádám. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát gratulálunk először is. Köszönöm szépen. Mert hogy egyébként ez egy tényleg óriási teljesítmény. Igaz, Ádám? Nagyon. Én azt gondolom, hogy én mindig örülök, mikor a Jóisten ad egy olyan utat, hogy gyönyörű hölgyek között lehetek. Én ennél szebb dolog nem lehet. Igen, de szépen kitaláltad magadnak, ezt akartam. Köszönöm szépen. Ez nagyon szép dolog, amikor tényleg szépek a magyar lányok, imádom. Több mint 25 éve közöttük vagyok, és tényleg olyan büszke is vagyok az életemre, hogy sikerült ilyen dologba belefognom. Bár akkoriban 1991-ben mindenki őrültnek tartottak. Én egy vezérigazgató voltam egy szállodának, és hogy egy ilyen konzervatív dologból átmentem szépségversenyt rendezni, és így létrejött a Universe, 15 évig csináltunk World-öt, Europe, Intercontinentalt, és most, hogy megtudták a Miss Intercontinentalt, hogy visszajöttem a szépségiparba 2 éve, akkor rögtön megkerestek, de több szervezet megkeresett, hogy jöjjek, küldjek lányt, mert azért tapasztalt öreg róka vagyok ele. Vali, te mikor jelentkeztél el a versenyre, illetve milyen indítatása volt ennek? Hát, hogy a verseny ugye nyáron volt, és hát igazából már elkezdtem modellkedni, és így kedvet kaptam hozzá, és jók voltak a feltételei, volt világverseny, illetve Debrecen volt, és én debreceni vagyok, úgyhogy gondoltam hazai pálya. Aha. Adott volt. És megpróbáltam. De egyébként te jelentkeztél, vagy ahogy azt többesebben halljuk, anyukát, testvéred, barátnőt, tehát te jelentkeztél, vagy erre ők intézték? Erre a versenyre én jelentkeztem. Aha. Egyébként ezt a versenyt hova kell pozícionálni? Hát most, hogy a Universe-en nem vagyunk rajta, és a Universe valahogy nem akar kinőni, amióta Trump, az amerikai elnök kiszállt a versenyből. Egy olyan 75 ország, szerintem a második, harmadik helyen van a világon. Tehát egyébként egy nagyon rangos. Hát a World a legnagyobb, amit a sarkakatályék rendeznek, és hát a második, harmadik helyen van a nemzetközi versenyek között. Mikor lesz a döntő? A döntő 24-én lesz, most januárban. Egyiptomban? Igen, Egyiptomban, Hurghadában. Hogy készülsz a versenyre? Hát már nagyon hosszú volt a felkészülés. Igazából hát az Ádám még a második családom lett erre az időszakra. És hát mindent közösen készültünk fel. Rengeteg sminkóra volt, angolóra, járásóra, táncóra, ruhapróbák. Kaptam egy csomó ruhát a versenyre. De anyával neked nincs problémád, ugye? Mert hogyha jól tudom, közgazdaságot tanulsz? Igen, nemzetközi gazdálkodás. Igen, oda 2 felsőfokú nyelvvizsga, úgyhogy így az angolra meg a sportáltal is már így amikor világversenyen voltunk, akkor mert jól el tudtam beszélgetni. Neked van bizonyos tapasztalatod. Nem, mert egy bronzérmet szerzett az országos úszóbajnokságon, szóval azért... Rövid pályás úszonyos úszó országos bajnokságon. Na jó, de neked ott a vérvonalban azért ez megvan, mert a tesód meg ugye világbajnok. Szintén ugye világbajnok, igen. Vagy hát nem szintén, bocsánat, hanem ő világbajnok, ugye? Úgyhogy... Igen. Ez a mozgásban egyébként sokat segít neked? Tehát, hogy azért bizonyos sport múltad? Ez inkább így alkatilag szerintem jó, hogy már gyerekkorom óta sportolok, viszont azért is kellett táncórákra járnom, mert én nagyon merev vagyok, meg kötött meg ugye így az úszók egy kicsit olyan görnyetten állnak meg ilyesmi, és azért így azért jöttem a táncórára, meg a mozgásórára is, hogy egy kicsit nőiesebben szépen mozogjak majd a színpadon. Most tulajdonképpen elárultad, mert azt akartam kérdezni tőled, hogy szerinted neked itt elmondhatod szűk körben, hogy mi az erényed és mi a gyengeséged, akkor tulajdonképpen te ezt gondolod magadról, hogy neked ebben kell egy picit még javulnod? Tehát tartásban? Mozgás. Igen, igen, tartás, színpadi mozgás, de most szerintem ezt így kimaxoltuk. Aha, aha. És mi az, amiben te nagyon jó vagy, ami szerinted neked erényed, és amiben esetleg jobb vagy, mint a versenytársaid? Külsőleg vagy belsőleg? Akár. Hát nagyon kitartó vagyok, ez valószínűleg a sport miatt van, és hogyha valamit elhatározok, akkor ezt végre is hajtom utána. Illetve hát szerintem mondom az alkatom a sport miatt. Aha. Hát de milyen esélyekkel indul? Hát én mindig azt mondom, hogy nincsenek vesztesek, csak győztesek, mint ahogy megírtam ezt a dalt. És hát én, hogy Magyarország részt vesz egy nemzetközi versenyen, és ott közel egy hónapig
reklámozzuk Magyarországot, az már eleve egy jó teljesítmény, de hogy hát azért szeretnénk jó helyezést elérni, még nem tudom, hogy már látom, hogy milyen a mezőny, tényleg vannak szép lányok. Ezt akartok, felmértétek a helyzetet ilyenkor, hogy kik a versenytársak? Ilyenkor megnézitek, vagy lecsekkoljátok azt, hogy ki hát, az le. A követem. Követem Instagram. Igen, hát a konkurenciát meg kell. Megbeszélgetünk is már amúgy egymással, meg már nagyon sok lányom találkozok Isztambulban. De nagyon sok netes felületen egyébként beraktak így a 15 lány közé, úgyhogy... Az egy ilyen kis előjóslat, hogy kik lehetnek... Hát ez igazából mindenkinek a saját vélemény, így nem befolyásolja a verseny, de nekem nyilván jól esik. Igen, de azért az jó, hogy egy kicsit úgy az embert nem úgy tudatosan úgy belerakják a másik ember fejébe, hogy na hát akkor rá mondjuk felfigyelek. Tudod magadat egy picit így kívülről nézni, tehát hogy milyen esélyeket adsz magadnak a világversenyen? Hát én szeretném a lehető legtöbbet kihozni ebből az egészben. Lehetne megnyerni. Nekem, hogy az első 10-ben benne van, jó? Az első 3-ban akkor már büszke vagyok, és hogyha megnyeri, akkor meg történelmet írunk. De nyilván ebben is vannak ilyen trendek, ha szabad így fogalmazni, mármint a szépségben, hogy Flóra szépsége most trendi, tehát ilyen szépséget keresnek szerinted? Én mindig azt mondom, hogy hogy egy magas lány a színpadon az egy jelenség. Aha. És pláne meg, hogy a Flóra genetikailag is, és mindent megtesz, hogy rettentő jó formám, nagyon jó testű, és tényleg egy kisportolt, egy izom, mindig ezzel volt gondunk, hogy túlsúly, stb. Vele nem volt ilyen, a reggel testük súlyzózik meg, minden. Végre nyerjen csak... egy világos hajú lány. Hát, én azt gondolom, hogy ahogy néztem a mezőn, nem ugyanolyan szép, mint a többi favorit, akit kikiáltottak előre favoritnak. Nagyon szépen köszönjük. Kíváncsian várjuk, és nagyon szurkolunk. Megyünk, szurkolunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen.